Tisze szerkesztőség, 18 éves hit nélküli kétségbeesett fiú vagyok. Azt szeretném kérni, hogy imádkozzanak értem és családomért, hogy jobb legyen az életünk. A suli és a foci terén is elég rosszul áll a szénám. Bukdácsolok. Tudom, ez mind az én hibám, de mióta az eszemet tudom, nem volt olyan dolog, ami ösztönözne. Régóta focista szerettem volna lenni, de rá kellett, hogy jöjjek, hogy ez nem fog menni. Nem tudom, mit csináljak. Az élet minden területén egy csőtömeg vagyok. Istenre haragszom ezért, pedig tudom, hogy én vagyok a hibás, tisztelettel egy hit nélküli ifjú. De hit nélküli ifjú, gyere hit gyülekezetébe. Nagy szeretettel fogadunk. Ne hidd el, hogy csőtömeg vagy. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok érték van az életedben. Maga már az, hogy így ilyen dolgot állítasz a magadról, ez már arra utal, hogy sok értékes dolog van benned. Ez pontosan az az állapot, amiben Isten nagyon nagyszerűen tud munkálkodni és beavatkozni. Úgyhogy, ha valami nem megy, mondják, nem kell erőltetni. Itt van pontosan előttem Gera Zoli, néhány napra Budapestre érkezett. Ha itt van, és szeretném tőle röviden megkérdezni, hogy neked volt-e az életedben ilyen életérzésed, hogy úgy érezted, semmi nem megy, nem is leszel jó futballista, csőttömeg. Hát én is az. Váratlanul ért ez tégedet, hogy én is megkérdeztelek. Igen, nagyon. De ne izguljál. Nem, hát te megszoktál, 30 ezer, 40 ezer ember előtt futballozol. Igen. Hát... Büszke vagyunk rád. Köszönöm. Hát én ebben a helyzetben éltem, 16 éves korom. Ez a hit nélkül ifjúnak mit tudsz üzenni? Hát jön el a Gyülibe, ahogy mondtad, jön el az Isten tiszteletre, adja át a szívét az Úrnak, és akkor utána lesz csőttömeg. És szerintem lesz, attól jó futballista lesz? Hát, hogyha megváltozik az élet, akkor igen. Nekem is volt tehetségem, csak hát nem mentem vele semmire, mert link voltam. És a megtérésem után kezdtem el normális életet élni, gondolkozásmód, minden megváltozott, és utána jött a futballba a felemelkedés. Halleluja. Ezt kívánom neki is, hogy ugyanígy te adj át az Úrnak az életét, aztán ő majd cselekszik. Igen. És fontos ugye megvizsgálni, fontos megvizsgálni, hogy tényleg azért az Isten akarata, hogy futballista legyen, vagy más foglalkozást kell választani, ez is benne lehet. A Zolinál történetesen ugye az volt az Isten akarata, hogy futballista legyen, de ez természetesen nem mindenkivel kapcsolatosan így van. Isten személyes kapcsolatra hívta el az embert, és mindenkire nézően személyes terve van. És ezt a személyes tervet kell megismerni, és ennek alapján kell az életbe bölcs döntéseket hozni. Köszönjük, Zoli, hogy megosztottad, és remélem, a hit nélküli ifjú rövid időn belül hittel megáldott ifjú lesz.